another visitor. Stay a while. Stay forever. Oh, I'm getting down the microphone. So, it turned out that it's almost midnight here in Mordor. And with me on the Discord, there are two of my really intelligent friends, which I will talk about really intelligent things, like a mature grown-up thing. It's an experiment, can I do it or not? And I'm sure they could help because they are expert in this field. But because I think it's a really big opening of my soul, it must be on my native language. So, any English speaker, please switch on the captions. And you might suggest this. Sorry? I want to suggest. Yeah? You want to suggest what? Use native language. Yes, yes, yes. Too late for language. Indeed, so it will be in Hungarian because I opened the Czech beer and it's brown light Pepsi Cola beside it. So, I hope I won't switch them. So, bye. Oké, okay. Szóval arra szeretnék benneteket megkérni, kedves jó barátaim, hogy beszélgessünk, tegyünk úgy, mintha azok az érett, felnőtt férfiak lennénk, akik vagyunk, illetve biztos vagyok benne, hogy ti azok vagytok, magamban egy kicsit kételkedem, és egy kísérletből megpróbálnám ezt így szimulálni egy ideig, és hát a véleményeteket rohadjál meg, zombi, ebben a témakörben, mint szakértőket kikérném, de ennek itt most adok egy akkora kokit, hogy elrepülök. Nesz, aha, lefejelte a szöges drótot, prima. Megérdemelted. Szétszedi a házamat. Most próbáljam összerökni. Nem mondod, hogy még fasi... Hú, bakker, még fasincs nálam. Szóval, hogy gondoljátok? Csak megöltözelek, bokratos lesz. Nem, hát itt vannak a jelentős mértékű tárolók, szóval. Még az ajtót csak kell kinyitnom, mert csináltam egy egérutat. Hogy ettől állok föl. No, te... Ez most rettentő áthallásos is kellene. Jó, de most egy FPS-sel játszok, úgyhogy ezt nem lehet félreérteni semmiképpen sem. Csak a nagyon perverz és gonosz embereknek, például, hogyha politikus nézi ezt az adást, akkor tuti. De én is gonosz vagyok. Hát jó, de te nem vagy legalább politikus, se adóellenőr, se biztosítási ügynök, se bankár, szóval nem képviselteted egyik olyan reklámszakmát se, akinek a tagjét meg szeretné menni. Mondjuk ez elég felnőtt és érett hozzáállás? Nem tudom. Véd a földet, egy ilyen politikus? Igen. Szerintem kicsit romantikus, és felemel. Azt is be tudom keménykíteni. El voltam bányászni, szedtem egy csomó vasat, csak persze nincsen nálam, úgyhogy bosszút állok ezen a gumikeréken. Most éppen savat kell találnom nagy mennyiségben. Nem vagyok tudós, vagy kereket. Csinálnék egy biciklit mellé kimerítő tele inventoriban nehéz páncéllal hazamászni. Egyébként pont olyan helyre költöztem be, ahol voltunk, emlékszel? Amikor Darkness Force-t játszottunk. Igen. Akkor annyira nem. Amikor a kedves doktornőnek a bázisába beköltöztünk először, és ott utána mentünk ki bázist építeni. Ha így megvan. Így már egy kicsit jobb. Mikor a kereskedőnél dekkoltunk bent, aha. És elment. Igen, amiket kimentünk bázist építeni. Azaz. Hát én közvetlenül mögé, mert csirke vagyok, és védtek így a örök. De hova mentél akkor? Ja, tudom, elég messzire. Egy városra föntebb kezdtem el építeni egy nagy betonkockát, ami igazából soha nem lett kész. Ha! Ja, persze, csináljam ezt, ez jó ötlet. Ez azért eszik. Át tudtál hozni belőle valami jó ötletet? Hát azt igazából megtanultam belőle, hogy ne építsek el. Aha. És ki tudsz emelni a dolgokat, hogy mitől volt gáz? Viszonylag kicsi alapterület. Aha. Erre az a középső oszlop az nem volt épp a legfaszányosabb, mondjuk stabilitást azt adott neki, de igazából a beton az anélkül is el lett volna, ha jól emlékszem 12 blokk körül van az áthidalási távolsága. Uh-huh. Nekem meg 15x15 volt az egész beltér, úgyhogy az egy picikét overkill volt ebből a szempontból. A második, ami már a Undead Legacy-nál kezdtem el, azon a bázison, az már egy konstrukció szempontjából egy fokkal jobb volt, eleve sokkal nagyobb. Annak ugye láttam az elejét, amit fölépítettél. Így, hogy annál kisebb volt a... Ja várj, ez az a betonkocka volt, aminek volt egy ilyen kis udvarra, emlékszem. Igen. És körbe volt egy árokkal. Az egy nagy téglakocka volt. Igen. Az egy nagy darab tégla volt konkrétan. És azt viszont direkt néztem, hogy...
szerintem talán ilyen 8 blokk környékén volt az áthidalási távolsága a téglának, és hogy azt használtam padlóhoz. És egyébként bírt a simán, úgyhogy... gyakorlatilag egy szinten volt a beton alatt talán. Ugye eleve külső betonfal, és akkor utána jött a betonfalba belőle. Hát ott arra kurva nagy udvarra építettünk be. Hát nem tudom, hogy néztél-e azóta Darkness Falls, de úgy néznek ki, a poik fele, az kb. Úgy néz ki, mint hogy arra építették volna, hogy oda bázist csinálj. Az lehetséges egyébként. És olyan megoldások vannak, például Kígyó Hotel. És úgy néz ki, hogy a háznak a java része lábakon áll legalább két szint magasan. Két magas szint magasan. Tehát ugyannyira nem is hallanak oda a zombik. Art Gallery például nagyon érdekes a fala, valószínűleg szétzabálják a zombik, nem tudom miből van. De így megcsinálták a különböző sarokszlópokkal azt, hogy ilyen gyémánt jellege van neki, tehát olyan posházakba költözhetsz, hogy csak na. Jó, és most fog elfogyni, és ott szoktak támadni a zombik. Pont oda nem jutott, ahova kellene. Vagy szerintem ügyes vagyok, és ez a lényeg. Ez jöhet az oda? Oké. Okay. Néhányak le is tudnak lőni. Oh, répa. Emlékszel még milyen kincs volt a répa? Hát az mindig kincs, de igazából elég, hogyha csak jól berúgsz, mert a hányásban mindig van répa. Félszi bölcsesség. Répának is kell benne, ha nincs a hányásban répa, akkor az nem igazi hányásban. Hát most el tudom képzelni, hogy hogy találták ki annak idején a finom főzeléket az információk alapján, amit adtatok. Csak lenézett, és így, na, ezeket az embereket utálom, mit kapnak finom főzeléket? Pont egy vitamin, hát uhahaj! Köszönjük! Tudod csak, hogy legyen egy kis vicces kontent is. Amitől, hát, szerintem aki fel van rám iratkozva, az már megszokta és szereti ezt a stílust, az ott mi? Jó, van nem medve, tehénben reménykedtem, de csak egy szitla. Nos, hogy este is megtaláljam. Itt egész jó runák vannak, bénább runa. Fényt csinál körülötted. De olyat... Na, megtalált valaki, kedves. Gyere. Nem. Fölütlek, lecsúszol, kiúttollak, meghaltál. Ne, ő semmi se. Miért akarom én mindig ezzel javítani? Szóval a lopakodásnak viszont nem árt, nem látható fény. És van ebben a mágiás mondva még egy pár ilyen ötlet, de... Szerintem lassan hagyom abba... Szevendészes áradozás, tudomájunk valami másról. Például szerintetek, komoly témánál maradjunk, mi a jó stílusnak az áloga? Milyen olyan szabályok léteznek, amiket egy gentlemannek be kell tartani? Hogy mi? Hát gondoltam, felvetek valami komolyabb témát, ami a léhaságból. Éppen rendszert építek, úgyhogy... mire lesz jó? Még mindig a vider, vagy már megoldottad? Jaj, de jó, elestél, várjál, hogy segítsek! Tegnap ugye megálmodtam, hallottak igen. Elnézést, a hörgés után megismételnéd most halálhörgőt? Megálmodtam, most megismételnéd. Na és mi a megoldás? Mi változott? Dispenserrel fogom ledobni a fejedet. Ledobod a fejeket, mire egyben? Vigyázz, mert videóban vagy. Igen? Kérlek videójában. Engem van. Mindent rögzít és meghallottam, szellened. Te hozzatok! Meg a... Igen, arról nem, meg arról se. De figyú, témánk az az élet felnőtt viselkedés. Ilyen komoly. Jó. De te már nem ez részleted. Tehát éppen azt magyaráztam az előbbi intróban, hogy ti vagytok a legintelligensebb, legkedvesebb, legjobb, legszebb, legjobb illatú barátaim. És így akkor ilyen érett felnőtt beszélgetés lenne így a miközben a zombikat ütöm széjjel videót alatt, hogy kellemesen ellenpontozza azt. Aztán majd berakok valami harmadik stílusban zenét alá utólag. És Hawaii Sunshine DJ. Na, lejárt a hosszú műszakozásod? Mint hogyha mostanában tűnne el felé, nem? Hát annyi volt ugye azért, hogy négy kezdőztünk és akkor megvan a pihenő. Tudom, csak már pihenőben leszel? Nem. Kifizetik. De lesz ünnapod? Akkor úgy kérdezem most. Hát, most pihenőben, tehát most technikai pihenőben vagyok, de nem a négy napotás miatt. Nem azért, mert temetés van. Ó, részvétünk. Köszönöm, de ezt nem beszélhetünk. Hát jó, csak most így videóban se higgyék a nézők azt, hogy bunkó vagyok, érted? Ja, nem, egyébként nem gondolt, hogy részleted, de ez mindegy, nem érdekes, hogy videóban. Ja.
Tehát így, most nézd oda, például ő ott látod, ott ül a monitor előtt és nevetel, és na ő most ezt most éppen hallja, és akkor megleszteti a véleménye, és diszlájkol. Jaj, egyébként tényleg örök hála azoknak a bátor nézőimnek, akiket szeretik, amit csinálok, szóval... Nehogy szeretik őket. Jó, hát akkor érted, legalább nem vagyok unalmas, szóval mindenben meg lehet találni a jót. Meg hát így kiaknázom az erőforrásokat, akik ti vagytok most éppen, tehát érett, felnőtt, komoly, intelligens és a többi. A többi jó illatú. Be az is. Egyik kedvenc női bókom az volt ifjabb koromban, hogy te nem is vagy olyan büdös. Ami azért én valljuk be, nem egy negatív dolog. Mert hát... Ami kurva érdekes tényleg, hogyha egy nő sokat ment, vagy mit tudja, dolgozottak akármicsoda, nincs már ugye beizatosítva járványzóra csodod, és nem büdös, te nem érzed, úgyhogy büdös. Hát meg most érted, legalább szórakoztatóbb, mint a szokásos. Szia, nem láttalak már valahol? Az egekben, mert angyal vagy? Vagy nem tudom, hogy miket szoktak így mostanában nyomatni. Tehát azt a fajta a hölgyet, akinek úgy működött a tudata, akikbe bele tudok esni, az pont szórakoztatta ez a beszólás, úgyhogy... De a logikádban sem volt hiba, ám. Na lehet fogadni, hogy a fejemre omlik el a bánya. Hát, mi reméd, igen. Mindenképpen szórakoztató lenne egy út kifele. Basszus, csinálok valamit a bázison, és az omlik elkezdik enni a falat. És nagy mennyiségű vasra van szükségem, hogy ezt így kiküszöböljen csúnya módon. Na, mi volt a probléma ezzel az életetok markettel? Ja, semmi. Csak elkezdtem nézegetni, mert korábban is linkeltem neked egy videót a Memepoin bármibe, vagy a tudományban, nem tudom, hogy azzal játszik a Latrix, vagy Latland nevezetű videós, akit nagyon kedvelek, nézzétek is, hogy először felment a netre, és megvett minden egyes bitcoinból 10 dollárnyit. És utána ránézett egy hét múlva, közölte az eredményt, utána egy másik videóban ránézett egy hónap múlva, és közölte az eredményt. És közben emlegette azt, hogy pont rosszkor vásárolt, mert akkor nyilatkozott Elon Musk, és pont miután vásárolt, akkor zuhant be a tőzsde, vagy valami ilyesmi, vagy a bitcoin. Igen. És emlegette azt, hogy csinált egy olyan videót, és hát föllinkeltem, mert beszélgettünk már ugye a tőzsdéről is, mert tőle tudom, hogy fontos az osztalék, és szegénykém rengeteget magyarázta nekem, hogy nem fontos az osztalék, így megjegyeztem, alapmarketing szabály, ismételni kell. Na és hát most a megjegyzésemet, amit fölírtam, azt kérdezed? De így akadtam rá. Ja. Hát az meg az, hogy én nem tartom úgy, hogy a közgazdaságtannak nevezett tudomány az úgy jól működik, és arra írtam ezt, hogy ha nálam egy oprendszer ennyire bágos, akkor le kell cserélni. A közgazdaságtan egyébként alapvetően jól működik, csak nagyjából ez olyasmi, mint az evolúció. De várj, hadd ellenpontozzam egyből, amit mondtál. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én tanultam a közgazdaságtant iskolában 4+1 évig, és már akkor láttam, hogy ez nem egy működőképes dolog. Te is tanultál közgazdaságtan? Tehát úgy nyilatkozol? Vagy... Nem 4+1 évig, de 1 évig. Vagy azt is elfogadom, érted, hogyha ismertebb emberek nevét idézed, hogy ők is ezen a véleményen vannak, például több tudós, akiről olvastál, és akik elhiszem neked. Nekem kicsit sok volt belőle. Akkor mindenkit kínoztak ezzel a témával a társaságban. Nem. Ó, te megúsztad. Annyi arról, hogy nem, mi az, ami nem működik szerinted? Az az elgondolás, hogy a pénzre alapuló társadalom az jelen pillanatban is működőképes tekintettel azokra várható tudományos felfedezésekre, amelyek teljesen el fogják értéktelenítani a pénzt jó esetben, rossz esetben meg ugye mind meghalunk. És kicsit sajnálom is a következő generációt, és majd próbálok nekik segíteni, hogyha kérnek, hogy így jaj, nem akarunk ide dögleni a földre, mert elettétek előlünk. Miért értékelendezne el a pénzt? Mire gondolsz? Hát arra gondolok, amiről beszélgettünk korábban, hogy amikor majd ide vonthatunk egy aszteroidát, és lesz benne 70 millió tonna arany, meg gyémánt, meg mit tudom én mi, meg arra gondolok, amikor a fúziós erőmű fejlesztésében, ahogy azon gyökülnek, azt is linkeltem, hogy most már lassan el fogjuk érni azt, hogy nem kell több energiát befektetni ahhoz, hogy mi, ahhoz képest, amennyit kiszedünk belőle, azt ugye Opál is sejt, hogy ez Minecraftban nem jó rendszer, és fordítottjára törekszünk. És most néztem egy ilyen videót is, azt a tudomány rovatunkban linkeltem itt a kocsmában. És mi a probléma a pénzzel? Hát figyelj! Szerintünk nincs. Végtelenhez közelít, illetve rettentően megnövekedett szintű elérhető nyersanyag,
és rettentően megnövekedett szintű elérhető energia esetén. Például olyanokra gondolok, hogy most az az érv az ellen, hogy az egyik helyen megrohadó táplálékot átvigyük oda, hogy éheznek, ahol éheznek, hogy jaj, de milyen sokba kerülnek. Na most, hogyha nem kéne például már az üzemanyagot fizetni, és nem lenne az a cucc drága, mert kevés, amiből csinálják a repülőt, akkor lehet, hogy például ezt a gondot könnyedebben meg lehet javítani. És inkább státuszt kell majd vásárolnod, meg ilyen nem létező dolgokat, mint művészet, meg divat, meg ilyesmik, mert a fizikai dolgok azok nem lesznek annyira értékesek, mert sok van belőle. Jó, nagy is. Jó. Na, figyelek. Kérlek, nem, én most így eljutottam így a kifejtésig, hogy szerintem ezért nem működne, most nem akarok egész este én beszélni, beszélj most te vagy a többiek témában. Most figyelni szeretnék. Most alapvetően ugye az egész történetben, és most a kapitalizmusra tudom arra gondoltál. Én most csak figyelek, mondjad kérlek. Tehát az egész történet ugye arról szól a profit maximalizálásról. Megtartod, akkor maximalizálsz, hogyha lehető legkevesebb befektetéssel, vagy lehető legkevesebb befektetett pénzzel, energiával, anyaggal tett terepre, a lehető legnagyobb áron el tudod adni. Miért kell kell is? Micsoda? Bocs, most beleszóltam, folytasd! Nem, kérdeztél valamit, nem értettem. Azt, hogy miért hangsúlyoztad ki azt, hogy kevés anyagból? Mert annál olcsó. Aha, erről szólt a korábbi érvem, csak azért kérdeztem vele, folytasd kérlek. Ugye, minél kisebb, minél kevesebb anyagra, energiára van szükség, azért minél hatékonyabb vagy, minél kevesebb szemet egyáltalán, ha az utolsó széndioxid molekulát is vissza tudod valamilyen módon forgatni, hogy ezeket ne veszteségként jelentjen meg, szemetet nem termelsz, energiát nem pazarolsz, mindent az utolsó cseppét felhasználod, és ez ráadásul olcsó is, akkor jó a kiadási oldal, tehát amiben belekerül az adott termék. És minden drágábban próbálod ezt eladni, akkor tudod maximalizálni a hozzatot. Erre szól az egész történet. De nyilvánvaló, nem fogják ezt a terméket ezt tőled megvenni azon az áron, amit te kitalálod, hanem megpróbálják ők is ugyanezen a gondolás mentén a lehető legolcsóbban megszerezni. Yeah. Ezért nem szállnak el az árak. Ezért nem szabad, hogy elszálljanak az árak, mert ugye az emberek is tudják azt, hogy mennyibe kerül, van valami információjuk róla, ami egyébként a szabad piacnak egy alapvető feltétele. Tehát az, hogy most ez egy olyan dolog így kritizálni, ahogy sokan szokták a kapitalizmust, ez körülbelül olyan, mint amikor a kommunizmus kritizálják azért, mert urambátyám rendszer volt. Közbevethetek? Persze. Nevedd úgy, hogy én az előbb a kapitalizmusról beszéltem. Hanem a pénzrendszerről? A közgazdaságtan működőképességéről, ami a pénzre alapuló társadalomra így leszűkítve, mert lehet, hogy van olyan közgazdaságtan is, ami nem olyan tudomány, mint az asztrológia például, vagy a kártyavetés, vagy a számmisztika. De igen, csak én nem tudom, hogy milyen közgazdaságtan, tehát milyen tízis vagy, hogy mire gondoltál? Én arra gondoltam, hogy egy működő rendszerben nincsenek például periodikus összeomlások, vagy mondjuk időnként szükség a háborúra, meg ilyenek. Tehát azért tekintem nem működő rendszernek, mert egyfolytában támogatni kell államilag, meg érted, ilyen olyan dolgok, amiket mint informatikus akkor csinálok, amikor valami fossal kell gányolnom egy szarrendszeren, tehát egy mondjuk egy 286-os XT-n, hogyha volt ilyen kombináció, és tehát minden szempont nem úgy tűnik, mintha működne. Egy működő rendszer az nem hoz ilyen hatalmas crash-eket össze például. De nincsen benne szükség háborúra, hogy jól működjön. Meg kizsákmányolására a többi népeknek, akkor is, hogyha ez nagyon kommunistán hangzik. Nem hangzik kommunistán, megnyugodtam. Nincs rá szükség. Nincs rá szükség. Mire? Arra kihasználjon, meg kizsákmányoljon más országokat, nincs rá szükség. Az abból a... De akkor miért történik? Azért történik. Nagyon egyszerű példa, ha fogsz egy csövet, az egyik oldalán elkezdett a levegőt kiszívni, akkor mi történik a másik oldalon? De hogyan hasonlíthatsz egy fizikai, tehát egy reál tudomány, fizikai tudomány alapú dolgot egy szociális dologhoz? Ne hozzá fölkérlek ellentétes jellegű példát rá. El fogom magyarázni. A vákum az abszolút működik. Ugorjuk át, ne ezt a példát, az nem érvényes, nem fogadom. Rendben. Élet, felnőtt gondolkozásunk van. Normál, hogy hívod azt, amikor az egyik helyen van információ, a másik helyen nincs információ? Nem szoktam sehogy se hívni. Nagyon szép szakkifejezéssel használják mondjuk azt, hogy információs vákum. Örök. Az országok,
ahol nincs meg a technológiai fejlettség, ahol nincs meg az információs fejlettség, ahol nincs meg a szociális fejlettség, az van kitéve a kizsákmányolásnak. Igen. Idővel ezek az országok megfelelő, persze nyilván megfelelő kontroll mellett felfejlődnek, és kiegyenlítődik a nyomás. Tehát tilos egymáson segíteni? Lásd, Kína. De akkor tilos? Akkor miért nem tesszük? Tehát mindenki látja, hogy szar, de azért izé eltotyogunk benne. Vagy hol? Figyelj csak. Azért, mert a rendszer önmagából adódóan ki fogja egyenlíteni ezeket az egyenlőtlenségeket elméletben. Gyakorlatban ehhez szükség van az emberi beavatkozásra. Azért, mert az emberek módosítják már magát az információt is. Tehát ez pontosan ugyanaz. Jó, most csak azt nem értem, hogy ez hogyan igazolja azt, hogy működik a közgazdaság. Hát igaz, amit mondasz, teljesen ott van a szeren, csak mi köze van hozzá? Most arról beszélsz, most azon gondolkodom, hogy azt mondta, miért van ciklikusság, meg miért van... Igen, tehát miért vannak ekkora crash-ek benne, tehát... Érted, hogy a kocsit működne így, akkor ideges volnál, így próbál érteni azt, hogy nem működik a közgazdaságtan. A kocsitnál a robbanó motorban ez történik. Mindenütt van ciklikusság, mert vannak fönt, meg lent. De amit mondasz, az most nem egy olyan filozófia, hogy ezen ne gondolkozzunk, mert úgysem lehet. Lehet gondolkozni rajta. Azért van, mert az emberek megtanulnak valami újat, tehát jön valami új dolog, akkor az elkezd felfutni, jó, egyre több embert érdekel, utána szépen ez a lendület elkopik és visszaesik. És nem gondolod úgy, hogy össze fog omlani ez a rendszer abban az esetben, amikor ezek a tudományos dolgok... Szerinted mi lenne a következmények ezeknek a tudományos dolgoknak, vagy hogyha az UFO-k adnak egy replikátort, meg egy fúziós reaktort? Szerinted nem történne semmi? Tehát ugyanígy menne a pénzalapú társadalom, mert ahogy mondtad, nem, ugye nem, ez... Igen? Az első lépés, ami egy ilyen teoretikus esetben előfordulna, hogy ilyen mértékű beavatkozás történik egy ilyen rendszerbe, az a katasztrófa. Mégpedig... Nem kéne elkészülni rá? Nem. Mert? Egész egyszerűen az embereknek a saját tulajdonsága, a kiszámíthatatlansága, a randomitása, meg a alapvető hülyesége miatt. Jó, azt értem, hogy mi miatt, de hogyha tudjuk, hogy jön... A közgazdaságtannal, hogy racionálisan próbál magyarázni egy olyan rendszert, ami nem az alapvető működtetője egy racionális. Igen, igen. Nagyon egyetértek. De minden nem azért irracionális, tűnik az ember irracionálisnak, nem azért mondjuk irracionális, mert irracionális, hanem azért, mert bonyolult, mert egy komplex rendszer. Hát mert nem én nem értem meg konkrétan őt. Tehát az ember a döntéseinek 95%-án érzelmi alapon hozzá, az érzelmeket pedig lehet manipulálni. Az innentől kezdve kontrollálható. Nagy része. Na jó, de azt ne hagyd ki a dologból, hogy feladatunk a intelligenciánk által a saját érzelmeinket kontrollálni, nem? Tehát különben miért lennénk homo sapiensek? Lehet, ez is csak egy lehetőség. De ez nem elvárt szükségesség inkább? Tehát, hogy ne nevezd magad gondolkozó lénynek, hogyha ezt nem tudod megcsinálni? Nem. Az a probléma, hogy az emberek megpróbálják beskatujázni, meg bűnös feladatokat adni saját maguknak, másoknak. De nem kell, hogy intelligens legyen. Ha belegondolsz, ugye ott van a hülyék paradicsoma. Csak a legjobb. Az angolul mi volt a címe? Idiocracy. Igen, egyik kedvenc filmem. Egyszerűen vicces is ijesztő. Igen. Hogyha csak eleve, ugye a robotokat tudod, nem az intelligensek. Sokan vannak. A túléléshez nem az intelligenciára van szükség. A túléléshez az alkalmazkodási képességre van szükség. Az ember esetén az intelligencia az egy ilyen képesség. Tehát jó, ha van, de nem kötelező. Na jó, de bocsáss meg! Viszont az esetünkben ez az alkalmazkodási képesség egyik legfontosabb ismérő maga az intelligencia. Ugyanis pontosan ez a képesség tette lehetővé azt, hogy lényegében megtörd az alkalmazkodási kényszert. Ami technikailag a természetes evolúciónak a felrúgását is jelentette, ugyanis most már nem a természet kényszer, nem tudja kikényszeríteni a természet a fejlődést azáltal, hogy a bűnénk elpusztul, mert ezt egész egyszerűen az intelligencia és az erre épült technológia miatt fölül tudod bírálni. Meg hát azért használtad az intelligenciádat arra. Nagyon jó. Használtad az intelligenciádat arra, amire való, tehát nem azért nevezzük magunkat embernek, mert van intelligenciánk, tehát így, ha mit tudom én, a elefánt tényleg intelligens lenne és beszélgetne velünk, akkor gondolom nem ennénk meg nem vadásznánk le. Dehogy nem. Tehát most ne az átlag köcsökből indulj ki, akivel találkozni szoktál, hanem értem, de én most az ember, mint olyan szó definícióját vitatom, nem az, hogy mi van a világban és milyenek az emberek.
magas intelligenciával is lehet vadászni másokra, és megvárni másokat. Tudom, de megint mondom, hogy én az ember definícióját annak tartom, hogy az agyát tudja használni, vagy legalábbis igen erősen próbálja. Például a jövőre tervezés, ezért nem értem azt, hogy annyira nyilvánvaló, hogy milyen gazdasági bedőlés lesz a technológiai felfedezéseknél, akkor miért nem készülünk rá föl? Hogyha tudjuk, hogy teleszarjuk a Földet, akkor miért nem készülünk rá föl? És így tovább. Emberek vagyunk egyáltalán? Nyilván tudsz, hogy mit mondod az ember, meg milyen feltételeket támasztottak. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy az intelligens ember nem eszi meg a másik beszélő lény, az intelligens ember minimum előre gondolkodik 10-20-30, lehet 200-1000 évet, akkor nyilvánvaló az emberiség olyan nem tartozik ide. Az ember nem ember. Tehát az ember, az, mint olyan, az egy idea csupán, amihez próbálunk fölnőni? Igen. Mindenkornak megvan a maga elmélet, hogy mit jelent az embernek lenni. Valaki azt, annak idején azt találta, hogy az ember az tökéletes. A legnagyobb valami. Az olyan unalmas. Mindig volt valami, amit kitaláltak, hogy, hogy mihez hasonlítsak, mit jelent embernek lenni. Ez mindig abszolút, mindig elvont kérdés. Ugye, ez mindig az eszembe, tudod, hogy a dolgok attól vannak, hogy elnevezik őket a ülő garnitúra. Mindig hát meg amit a halál mondott az egyik kedvenc sztorimban, hogy szükség van a hazugságokra. Azért, hogy elhiggyük a kis hazugságokra. Miért, hogy így ne legyünk szomorúak? Nem, azért, hogy elhiggyük a nagyobbakat, mint igazság, becsület, szeretet, vonzódás. Hiszen ez tesz minket emberré. Nagyon jó arc a halál abban a sztori sorozatban. Na, tehát ugye arról van szó, hogy minden attól, minden relatív. Minden attól függ, hogy te hogy értékeled azt, hogy neked más jelent az ember, neked is más jelent. Ennek egyébként az a neve, hogy relativista, ezt egy amerikai írta. Bocsi. Ja. Tehát, hogy attól függ, hogy milyen akarod visszaítani. De van egy olyan, itt hogy megeszik az elefántot. Az ember egy szociális típus. Társaságban eszik, vagy? Igen. Tehát ez, hogy ez nekünk egy ilyen evolúció. Előnyünk, és általában előnyös. Például a izéknél, például a macskáknál ez nem jelentő. Tehát nem evolúciós előnyük, a szociális. Vannak szociális képességei, de nem feltétlenül az evolúció. Amennyire tudom, a nő macskák helyhez vannak fixálva, és akkor a férfi macskáknak meg van egy ilyen járőr területe, amit így végig cicognak. Mindegy. Ugye, náluk például az is, hogy ők lennének az intelligensek, valamioknál fogva őket megtennék, akkor minden további nélkül minket is megennének, mert miért nem? Tehát nincsen morális kérdés bennük, hogy hiába most vizsgálják, hogy nem érnek. Ezért mondom, hogy intelligens barátaim vannak, mert ő például látja a párhuzamos idővonalakat, és így megmondta, hogy macskából milyen fejlőd neki, hiszen az emberek is például úgy keltik fel egymás figyelmét, hogy hé, figyelj ide, és megdobjuk a kakinkkal, mint a majmok. Ja. Jó, ez persze verbális. Tehát előfordulna ilyen. Nem feltétlenül a szociális érzékenység, az empátia az, ami minden esetben előbbre. Van, amikor hátrány. Ha olyan a környezet. Hát például a régi Mad Max sorozat, igen. Abban is az volt, hogy nem voltak annyira szociálisak, nem volt olyan fos, mint az új. Hát igen, ezekhez a körülményekhez is lehet alkalmazkodni, most itt van ez a nagyszerű, végre nem kell kimenni és kötelezően szórakozni szabály, olykor az életünkben, és mennyivel nyugodtabbak az emberek közül azok, akik introvertáltak. Tehát így leülök egy könyvvel, nem hívnak sehová, kiváló. Úgyhogy ott tartottunk, hogy bonyolult az ember. Viszont alapvető fizikai közéknek, meg engedelmeskedő törvényeknek. Persze, például lelépek egy épület tetejéről és leesek, de ha vízbe ugrok és kapálozok, akkor fönnmaradok. A fizikai... Szósítban inkább, de érésben lehet inkább elsőjön. Hát kivéve, hogyha térdig ér, mert akkor nagyon nehéz. Amit meg lehet zúlatni. Tudomány, ugye? Hát, hogyha valaki nagyon részeg, akkor... Vagy elkapja egy földi cápa. Én nem gondolom azt, hogy akkor, hogy összeomlás lenne. Mert az NSZ-nak is felvehetnének, basszus. Mondjad, bocsi. Nekem az a vélemény, biztos, hogy borulnának dolgok, akkor elkezdenék szabályozni, mennyit lehet, mennyit nem lehet. Tiszti lenne, ezért, hogy most akkor ne jöjjön. Ingyen adjuk az energiát, nem így adjuk ingyen az energiát, de ezért biztos, hogy lennének ebből vitek. Viszont a nyersanyagokat még fel kell dolgozni, tehát egy infrastruktúra akkor is kell, emberek akkor is kell. Hát sokkal több gyári meló lesz, és mondjuk nem annyira szophatós.
az mindenféleképpen valószínűleg tartom, hogy az űr lenne a következő. Hogy megcsinálj az ötletet, hogy az űrben fognak létrehozni, hogy ott fognak majd jártani ki. Egy kicsit, ha mondjak egy pár mondatot, így a introvertált nézőimhez szólok, hogy most képzeljétek el, de csak az, aki introvertált, hogy itt kint lebegtek az űr végtelen nyugodt csendjében, és érted, bányáztok a hajótokon a bányászlézerrel. Jó, egyszer csak tényleg kap egy gomba kitörés. Az mi? Meséld el kérlek a eljövendő hajósoknak, hogy miért kell vigyázniuk a gomba kitörés, és már is űrkadét képzőiskolát nyitottunk így korán az idővonalon. Mert fáj. Igen, és honnan így jön? De várjunk, várjunk. Mondja, Andrew. Ja, én csak azt akartam mondani, hogy nem kell húzatban, nem kell gomba kitörés, elég egy pár ezer kilométer per órás sebességgel szágyoló kis kavics. És a gamma kitörést, azt tudod ismertetni a hallgatóimmal? Hogy miből jön az? Most ezzel gondolkodom, hogy a neutroncsillagok ütközése? Igen, az a hosszú kitörésekért felelős, és valószínűleg a nagy tömegű csillagok fekete lyukká omlása, ami a rövid gamma kitörésekért. És az olyan kurva messziről megdög lesz? Hát hogyne. Hát gyakorlatilag azok a... ez igazából úgy néz ki, hogy a forgástengely irányában egy ilyen sűrített energiasugár formájában távozik az energia. De és pont erre felélő a halálézer? Hát technikailag igen, és ezek viszont olyan erejűek, hogy akár 10 milliárd fényév távolságból is elég jól észrevehetőek. Ebben az esetben lehet, hogy nagyon börtönviseltnek kell lenni ahhoz, hogy önként vállalkozhass ilyesmire. Hát közelről hogy... nem érdemes megnézni egy ilyet, az biztos. Jó, de hát mekkora esélye, hogy pont feléd megy? Hát tekintve, hogy elég nagy számban észlelnek belőlük, így azért megvan rá az esélyed. Jó, hát akkor... Mert ahhoz, hogy észre tud venni, ahhoz pontosan felét kell, hogy irányuljon. De akkor már nem veszed észre? Hát akkor már mindegy. Bocs, Andrew, mondja te is? Ezt mondtam, hogy akkor már mindegy. Ja. Hát így észre... Jé, gammak! Igen. Nagyjából. Ezért jó, hogy még van. Nem baj, ugorjunk előre annyit az időben, amíg mikrometeor és gamma kitörés elhárító erőtereket is kidolgozunk. Ja, na és akkor már mehetnek az űrbe bányászni. Én küzdök értük. Már az előtt is mehetnek bányászni. Hát csak nagy összegű biztosítás a családjuk, nyilván. Igen. Mert ugye, ha nem mennek ki, akkor jobban gyújtunk téve ezeknek a kis bónuszoknak a világegyetemtől. Mármint, ha nem mennek ki? Igen. Mert hogyha ki mennek, akkor tudnak bányászni, akkor tudunk fejlődni. Tényleg, és a szigorféle ide vontatott meteor, ez már belül van a magnetoszféránkon? Nem tudom. Nem tehát, hogy a Földnek mekkora? Attól függ, hogy közeli pályára akarod behúzni. Lehet, akkor van olyan közeli pálya, ami aláló. Hát persze, tehát be tudod azt húzni, azért geoszinkronra is. Tehát a Hold az például gamma kitörés veszélyes? Kockáztatták ezt a veszélyt az űrhajósaink, amikor a Holdra szálltak? Annyira nem erős hölgynek, hogy tehát amiket észlelnek, azok kárt nem tudnak okozni, viszont a műszerek felfigyelnek rájuk, ahhoz már elég erősek. Akkor az aszteroida bányászok, azok nagyobb sugárzásnak vannak kitéve a Holdon levők, meg kisebben? Kisebbnek? Jól értem? Tehát előbb azt mondtad, hogy veszélyes az aszteroida bányászokra, most azt, hogy a Holdra menőkre nem. Ezért kérdezem, hogy akkor itt levédi valami a Holdon. Vagy a Föld ér ki odáig. Nem, ez mindig, ez attól függ, hogy mekkora energiájuk, meg milyen messzire jön. Engem csak az érdekel, hogy mennyire reális a veszély, mert egyszer azt hallottam, hogy nagy, aztán meg az, hogy kicsi. Amint kilépsz a Föld mágneses teréből, jelentős, ugyanis egyrészt a napszélből származó nagy energiája. Ezért kérdeztem, hogy a Hold az belül van-e? Az nincs. Plusz, amik ugye a nap mágneses terén átjutnak, ugye a csillagközi térből származó nagy energiájú részecskék, többnyire szupernováknak, meg hasonló nagy energiás eseményeknek a nyomai, azok azért tudnak kárt okozni. Tehát konkrétan felmerülő probléma lehet a számítógépek meghibásodása a sugárzás miatt, ugyanis technikailag mondjuk egy közelfénysebességgel száguló proton, hogyha rossz helyen találja el a szilícium csipet, tekintve a mostani technológiát, hogy lényegében csak pár atom szélességű lesz lassanként már egy tranzisztor vagy pár tucat atom, ha rossz helyen találja el a csipet, akkor bizony tud károsodást okozni benne. Aha. Tehát a műszereknek nem tesz jót, hogyha egy ilyen tucat találja, a sejtek lehet, hogy javítják. Hát az emberekre. De mondjuk pont a létfenntartásért felelős rendszer tűnik ki, az úgy kellemetlen. Jó, de az emberben azért nehezebb egy protonnal kiütni ezt a rendszert. Ugyanennyire. Semmi különbség. Érdekes lenne egy ezzel működő erőnyű. Hogy nálunk bizonyos fokig javítható a károsodás. Igen, önjavító rendszer valamilyen szinten. Hát most nem úgy képzelem el, mint hogyha ha jött egy gamma kitörés, úgy nézel ki Józsi, mint hogyha valaki ketté vágott volna egy fénykarddal.
Gondolom ennyire nem erős. Nem, sugárzás inkább. Ezt most úgy képzeld, hogy ez a kiinduló pontjánál, amikor ez történt, 5, 8, 10, 12 milliárd évvel ezelőtt abban a távolságban, akkor geci erős volt. Tehát, ha akkor hát ott összomolt egy sekete lyuk, vagy mi? Akkor gyakorlatilag a közvetlen közelében úgy egy pillanat alatt párologtál volna el. Ez ilyen, ennyi idő elteltével és ilyen távolságból gyakorlatilag olyan szétoszlott és legyengült, hogy most már gyakorlatilag csak műszerrel látható. Már hát egy neutron csillag robbanás az igen jó pszichológiai gyógyszer például. Mert nem lesz semmi gondod. Már ha közelről láttad. Jaj, akkor biztos. Egyébként érdekes kérdés, hogy a fény elér a szemedig annyi idő alatt, amíg megpurcansz. Meg mukorodsz. Szemedig nyilván. Hát jó, csak ott még van ugye az idő, amíg az idegen is átmegy. De nem fog, nem biztos, hogy felfogod. Na ezt mondom, hogy lehet, hogy úgy meghalsz, hogy nem is láttad, hogy mit történt. Azt mondja, hogy is volt, valahol olvasom, hogy valakit ért ilyen izésugrázás, és egy büdös nagy villanást látott. Hát valószínűleg az idegimpulzusa kicsit megtolódott, igen, nem? Túltöltöttött a agyközpontja jellel. Igen. Nem tudom, hogy hol olvastam el, mikor. Ez valamelyik kísérleti atomrobbantásra tippelnék valamikor az 50-es években. Igen. Fontos kérdés, lett belőle szuperhős? Nem, nyilvánvalóan nem. Francba. De hol van nálam a valószínűség? Nem, hát ő el tudta mesélni, hogy látott egy villanást. Az állaszolom, azt hiszem, nem tudtad nézni. De, csak így nem mindent. Elmagyarázta, hogy a mutáció, meg az evolúció történetét. Jó, azt hiszem látom, amikor mondta, hogy nem biztos, hogy szuperhős lesz belőle, arra gondolsz? Sőt, hát ez biztos, hogy nem lesz belőle. Igen, de kitért a témára, azt tetszett. Yeah. Igen, nézzétek, a zállatorvos így írja YouTube-on, felhasználót, keresetek rá. Zseniális. Nagyon jó kis hangulatos és tudományos videói vannak. Zseniális. Én ahhoz képest, hogy egy állatorvos mondjuk, tudod mi az érdekes? Múltkoriban meséltem arról a stratégiai játék zseni jó barátomról, Magic Horse-ról, és ő is zállatorvos egyébként, és mindazonáltal. Lehet, hogy az állatorvosok a felsőbbrendű faj. Melyik filmben volt az, hogy öljetek meg minden fodrászt? Te ilyeneket nézel? Igen, az volt, és ez valami ilyen Chaplin, vagy valami hasonló, valószínűleg későbbi, de ilyen elég nagy nevű színésznek volt a filmje. Paródiából csinált, elég sok paródiát hozott össze, csak a neve nem jött eszembe, illetve a címe a filmnek. Öljetek meg minden fodrászt. Valami náci paródia volt. Közben én összeraktam egy jó fontos karaktert, egy rendkívüli módon cukira kihegyezett kis varázsló hölgyemény, aki kimondottan destruktív mágiára van beállítva. Ez a Final Fantasy MMORPG, ugye? Igen, és Helene Doom nevet kapott. Janis, kérdezhetek ezzel kapcsolatban? Nagyon rúgírnyó pofaszakállas csávot lehet benne csinálni? Nem tudom, nem néztem. És kövér nagyon rút? Hát mivel ez alapvetően egy japán játék, így nem hiszem, hogy ilyen típusú orkarakter tudsz benne gyártani. Akkor nem tetszik. Csak cukit lehet benne, az rossz. De esetben több mindegy, mert egyiket sem próbáltatni még soha, úgyhogy... Honnan tudod te azt, hogy én titokban mit csinálok? Figyelsz? Minden... Ennyire érdekes vagyok? Mindenkiről tudok mindent. Az a... Ubu-Science... Há, úgy kell neked. Legalábbis én így szoktam hozzáállni ez a parához. Én mondtam, hogy nekem csak első osztályú prémium minőségű chip lehet az oltásomban. Tehát nekem ilyen gagyi szart, amivel nincsen térerőm és nem tudok netezni, nekem ne adjanak. Figyelj, de a pelikán chipet kapod, amit ad úgy hangzik, hogy chip, mert a pelikán az egy ilyen baszom nagy madár. És le van kötözve a hátamra, mi? 40 kilós felé chipet fogsz kapni. Mint a vízben, miért nem hódította meg az orosz mikroelektronika a világpiacot? Ja. A férfi, hogy elkapunk. Na jó, de az nem megy tönkre könnyen. Hát azt eltalálja egy ilyen sugárzásból egy darab proton, így elfárad, amíg keresztül jut. Hát azt maximum csákányjal tudnál működésképtelni, tehát... Ja. Bár ez elég sok elektronikai eszköz esetében mi járható. Hát igen, de most képzeld, a szegény egy proton ott van, hogy lesz belőle csákány, összehív egy izért galaktikus tanácsot protonokból. Elméletileg lehetséges. Ma a csákány az gyakorlatilag is, vagy mire gondolsz? Nem túl valószínű, hogy jelnék egy csákány. Nagyon alacsony. Ja, igen, lehet, hogy véletlenül összeugrik az atomokból való egy csákány. Csak alacsony a valószínűség. Nagyon alacsony. Mondjuk tudod, mi lenne érdekes? Egy ilyen biztosítást kötni. Én biztosítást akarok az ellen kötni, hogy így összeáll egy csákány és rám esik. Arra
Ilyet szerinted lehetne kötni? Vannak ilyen speciális hülye fogadó cégek? Lehet. Egyébként ez egy Michio Kaku volt, aki elmondta, így szervezett egy szerintem is tudom, jó pár évvel lehetett, láttam. Talán a disztori szerint benne ott tudok. És azt mondott, ez valakinek a neve? Michio Kaku. Elmélet fizikus. Igen? És ő mondta azt, hogy, hogy van rá lehetséges azt, hogy ő most ott eltűnik, talán megélnék a Holdon, vagy a Marson, és akkor majd visszajön. Csak nem túl valószínű. Uh-huh. Mert ez benne van. Mert nem tudom, téged érdekel egy ilyen biztosítás? Mert én segítek akkor a biztosítási családban, rádejtek egy csákányt, aztán felezünk. Szerintem jobban járnám, hogyha vennél néhány ezer klasszikus proton meghajtáson csápos érdeklő droidot. Az se rossz. Abban most úgyis sok maraktárom. És azon filózok, hogy te is azt a rajtségbet ráadtad, de amiben ez benne volt. Szerinted honnan szedtem? Ah, integetős is azt hiszem. Megnézted az összes évadot? Ez nem Rick és Morty, ez ő volt Family Guy. És annak is a Star Wars-os külön kiadásai. Ja, és mindig bejátszották és ilyen idegesítő volt, jó? Nem. Azt a videót egyébként nagyon keresem, úgyhogy linkeld majd, hogyha tudod. És van kedved hozzá, és nem éppen Final Fantasy-zon, szerintem kell most. Majd egyszer csak megkapod, az a baj, hogy én sem találtam meg a teljes verziót belőle. Online rohadt nehezen érhető valamiért. A Bird is the World az megvan, hát lehet, hogy ilyen videán kell keresni. Mondjuk valószínű, hogy Netflixen megtalálnám. Hát jó, de a Netflixen nem lehet bárkit idegesíteni, csak akinek van elérése, nem? Ez bosszantás technológiailag akkor nem megfelelő. Felhívom a tudós kolléga figyelmét. Na, remélem ez lelassítja egy kicsit őket, meg engem is majd, amikor véletlenül belelépek. Lepadlóztam kisasszony körül szöges dróttal a padlót. Legalább fájjon nekik, amikor ütik a falat. Azt tudtad egyébként, hogy a kapun úgy mész át, hogy gyorsan két elbetűt nyomsz, akkor becsukódik egyből mögötted? Igen. Aha. Nem. Annyi, hogy nem törődsz azzal, hogy mutatja a promptot, hanem kétszer gyorsan megnyomod, és így szinte egyből csukódik, tehát át lehet rajta sietni. Tudod, ez a tradereknél az a két szárnyú baszom kapu. Elnézést a baszomért. Hát ez elvileg 18 plusz pluszos. Ja, fönn voltam egyébként a YouTube analitikámon. Találtam egy olyan helyet, hogy milyen keresőszavak alapján találják meg a videóidat, és ez hány százalék a megtalálásoknak. És ott vannak ilyenek, hogy 7 Days to Die, Minecraft, meg ilyesmi. Néhol pontos módnévre is keresnek. És viszont ami viszi a pálmát, az, hogy 18 plusz plusz. De úgy, hogy a megtalálásaim valami 67 százaléka onnan jön, és egy darab Skyrim videó van, aminek a nevében benne van ez, hogy 18 plusz plusz, és az elejére beraktam egy ilyen vicces kis animációt, amíg elindult, hogy két ilyen fürdőruhás csajszi egy hálószobában így oda súnyog hozzád, nagy mosolyogva, rádadnak egy ilyen szemtakarót, és utána tudod, így elindul a Skyrimnek az eleje, így lassan. Hát tudod, amikor ott utazol a szekéren, és nem emiatt, basszus, minden videónak ezt a címet fogom ezen túladni, a 18 plusz plusz. Majd legalábbis tesztelni fogom. Na. Jó, hátkörből is lett némi mennyiség. Ezért is szeretek bányászni. Ebben meg pont annyi van, mint annyi volt. Én szomjas vagyok. The trader list, don't refresh. Has the same things after tourist talks. It's a problem. Na, ennyit az angolról. Itt nincsen admin opció reset. Szóval megnézem ezt a vidit, kíváncsi vagyok, mit csinált Elon Musk. Nem. Meg ez a Latrix kirak egy csomó, tehát Latrix, jajó nem Latrix, The Spiffing Brit, bocsánat. Nem, a Spiffing Brit nevű, aki csinálta ezt a stock marketes, meg bitcoinos videókat. Neki az a fő témája, hogy meghackelni. Játékoknál is megmutatja így a, hogyan, hol van a hiba a rendszerben témát. De most már átért így a való világra. Elmesélte, hogy hogyan hackelték meg a McDonald's-at ingyen kajáért. Első hackelés az volt, hogy vannak a Mac-ikben ezek az érintőképernyős rendelőfelületek. Nem. Na, vannak, úgy néz ki, mint egy világítós hirdetőtábla, hitelkártya, be tudsz rakni a szem pénzt is. Meg össze tudsz róla szedni mindenféle vérhas, meg egyéb baktériumot, ugyanis tele van ürülékkel az egész, mert az emberek basznak mosni, szorás után. Basznak és kezet mosni, ez a megfelelő sorrend. Ja. Mostatok kezet.
Igen, rendesen szappannal, forró vízben, tetőtől talpig. Ami a durva, ezt benne a cégnél hallottam kollégámtól, mondta, hogy van egy olyan csókot valahol a szintünkön, szóval akárhányszor csak belebotlott a WC-ben, hogy jött ki a fülkéből, és egyenesen ment vissza az irodába. Kézmosás nélkül. Nem lehet, hogy ő előtte moskezett? Előtte moskezett. Hát, az soknak nem segít az, hogyha utána szaros kézzel összefogdossa a kincset. Jó, itt kezdve vigyorgok. A legjobb egyébként, igen, mert van, aki megmossa előtte meg, hogy ő nem fog hozzáérni az éjjéhez. Utas kézzel? A céges kézzel, ja. Azért utána se állt, főleg, hogyha Izzy megcsúszott a WC-papi. Balesetek meg mindig vannak. Ez nem is értem, mert... Hát, vagy amikor nem minőségi WC-papír van a cégnél. Ez ne is emlékezik. Aminek gyengébb a strukturális integritása, hogy finoman fogalmazza. Még három rétegbe hajtogatás után is. Na hát, ez ilyen mélyre fölment. Ups, meglepetés. Tudod menni a kollégához itt tartani az ujjadat, és figyelj, szerinted is büdös? Na ez nem érett felnőtt gondolkodás, ez a gondolat, ezt most elcsíptem. Igen, szerintem helyes az egész témakört, ugye, hogy van. Na, már nem tudom, ki hozta föl. Ez a barna sör, ez egész kellemes hatású, csak ordibálnak nekem a bokorból, hát ne ordibáljatok már, mert megijedek. Átságos arcot kérek, na, itt tartottam. Friendly faces. Már van itt egy szöges dróta a körbeteket baseball ütőm. Azzal letapogattam az arcszerkezetét. Tessék? Aha, meg még nehezék is van benne, hogy biztos ne okozzon csalódást. Na, viszont az, hogy én ezzel a lendülettel már el is köszönök, mert kezd masszívan fájni a fejem. 27 fokban kezdek most már jócskán fázni, meg úgy okától fölfelé már úgy fájok minden. Ja, te ma kaptad meg a nanocitát, tényleg? Azt hiszem, hogy beütött. Milyen vércsapolom, hogy kíváncsi vagyok. Na most már nem. Akkor lehet, hogy van benne valami. Mert? Hát nem mondta, mondta Szigor, hogy az ásokra a legzébb. Ja, én aztán nullás vagyok, nekem volt egy kis izomlázom. Hát én az elsőt megúsztam egy félnapos masszív fejfájással, ez most egy picit kellemetlenebb. Hát figyelj, hogyha átalszod, akkor úgy könnyebb, igyál sok folyadékot. Ez lesz úgy, hogy szerintem én itt be is nyomom a szondit, úgyhogy... Jobbulást köszi és kellemes szükkedést. Hát most egész jó volt. Majd holnap leszek, sziasztok. Szia, szia. Csak ő rendszert épít, diszpenzerekkel építi a vider. Egyébként furcsa, tehát a videres mélyeket nem lehet begyorsítani azzal a bonyolultabb apiarival se? A 3-as apiarival, a 4-es apiari, nagyon hosszú távon hozza vissza a befektetett cuccot. A 3-as az még oké, a 4-es már nem. És, mármint annyira drága a receptje, vagy sokat eszik? Hát, egyesből kell 4, abból lesz egy 2-es, 2-esből 4, abból lesz egy 3-as, 4 darab 3-as, abból lesz egy 4-es. Most 3-asok vannak, tehát ez is jó. És alapvetően ugye úgy tudom, hogy 11 már 3 kaptáron van, amiben darabonként 9 méhecske rohangál, érted? Aha, és mégis lassú. Hát 0,1-esével dobja a kombot. Bármint ennyi százalék esély van rá, hát, vagy? A kombot az dobja, viszont 0,1% van, hogy a kombból lesz egy... Ja, a centrifugában. És a centrifuga esélyét fölgyorsítani, az is esélytelen? Hello. Nem érzi meg. De ez jó. Ez elég aktív. Csak most dolgozom ugye a Vitex telefonfarmon. Igen. Mert hogy ezt jobban be akarom automatizálni, tényleg meg kelljen nekem ott foglalkozni. Csak először csinálok egy dénye farmot, mert így éve működik. Nem lőd. Brrrr. Lopakodós favágás az esőben. Valahogy nekem meg ez a stílusom, esőbe fát vágni. Nem tudom, hogy ez hogy jött össze. Én csináltam ilyet. Még a valóságban nem jó esőbe fát vágni. A fa. Olyan vihar volt, hogy a tűz rádölt a tetőre. Nem szakadt ki, de rádölt, és én nem szedem le, azért nem szedem le a lágot, nem látom le. A szép a tetőt, és akkor be is állt. Volt ez egy pár évvel ezelőtt. Tizen pár évvel ezelőtt. Olyan, de a vihar volt. Na. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy fogom szépen felvettem ki. Szia, Jöki, mert még amit lehetett még alá. Jaj, Bambi. Látni nem jól lehetett.
szürke van minden. Enyém. Ilyen dolgok. Ez mennyi ideje volt kb? Ez még nem a mostani örömhöz tartozik. Ez egy nem olyan rossz küldetés. A ház, ahova kellett jönnöm, mellé esett egy ilyen ellátmányos doboz. Hello, látlak ám. És a fagyasztó előtte már fagyasztja, hogy... De már nem kell fagyasztani. Azt hittem, hogy kiraboltam, de nem. Mert akkor miért van itt a posz? De szar helynek tűnik ez. Ha lehet, hogy ezt nem kéne kilútolni. Tartok egy kis szünetet. Na, nem tudom mennyi idő telt el azóta. Szerintem megcsinom ezt a küldet. Hát amióta elkezdtem a videót, azóta nem sok? Nem igazán. Figyelj, attól függ. Szerintem azt mondják, hogy nézzék, hogy nem sok. Aha. Bárki tudja. Szóval, hogy ezt az állni felkapcsolódjon a villan, megnyomtad? Opá megcsinálta, és ezzel nem kell erőltetni, meg nyomorászni a sarkát. És ezt minden egyes alkalommal, amikor így felkapcsolom, akkor ez így átmegy a fejembe, hogy működik a nyomorult villanykapcsoló, de jó. Ja, tényleg egyébként az ezért... Elő. Mégis meg, azt a tudtad, opá, aztán te mondtad, hogy már, hogy levehet az áramot, hogy villogott a villany, meg ilyenek, hogy elengedte a vezeték, azt megcsináltam. Nem azért, csak azért, mert elvileg, hogyha én azt mondom, hogy Google, nem, hey Google, turn on the lights. Na majd, de felkapcsoltak, király. Nem mondod, automatizáltad a lakásodat? Nem, nem. Csak ezért, csak vettem egy okosítót egy fél éve kb. És a Google-ön keresztül kapcsolod be? Aha. Ha jól értem. Hát akkor lustaság technológiailag áttörő sikert értél el, barátom, gratulálok. Van neki kapcsolója is, hogy az ágyam mellett. Hát ha akar voltam is lehet. Újjal, hogyha szád fáradt, akkor újjal csinálod. Láts. Ja, tényleg, bocs. Előfordul, hogy így szokták mások mondani, hogy jaj, de fifikás vagy, hogy ezt mondtad. Én meg azt sem tudom, hogy miről van szó. Rakéta launcher, tervrajza, hát jó, megtanulom. Sajnos nem hangtompító. Tessék? Hangtompítós rakéta. Nem, nem. A rakéta vető tervrajzának annak örültem, és utána volt egy ilyen mod, ami egy ilyen lukatott cső, és azt hittem, hogy reménykedtem egy picit, hogy hát a hangtompító, de nem. Hanem shotgun csók, amitől összetartóbb lesz a shotgun által kirőtt lövedék kúp szórodása. Lövedék szórodás kúpja, bocsánat. Ez az az értelme, hogy igazából megkapjuk a sörétesnek a lövedet célját. Igen. Hát meg tudod, hogy a lövöldözős játékokban a sörétes kb. 5 méterig működik, a valóságban azért ez nem így van. Nem. Egyrészt, ja nincsen nálam sörétes, itt valami nem tudom, 8 kis pelletet lő ki. A valódi shotgunban meg, hogyha jól tudom, akkor nagy Z, azaz a pozitív számok halmaza, mennyiséget lő ki. Ja. Ez volt olyan egyébként, hogy nálunk a házadó fogfontot. Hallott olyan ütlövést, eldöntött, de van. Volt egy szüntéket, de erdőszerzett igazából nem ott volt az az erdő, de volt egy erdőszerzett, egy túranás, fecsert, egyszer csak a fecsőn egy koppanást. Legurult. De ez mi? Valami lövedik. De mi, háborúban voltál? Vagy mi a répa? Nem vadásztak. Jaaa! Gondolom látok a lőnök, amit nem találtál a magyar. És nem találtak el. Sok szerencsé. Ott koppant egy mennyit ilyen 3 méterre tőle a tető. Nagyon szépen legurult. Aha. Józsi, lőjél, mi az? Nem tudom, mozog. Nem. Kihalászom a kakiból a lövedéket. Mint a Nokliz, mi? Igen. Tehát az csúnya, ha azt is tavit. Igen. Érdekes, egy kicsit tudod, mi a érdekes? Annak idején rengeteg azt is tavit tanultam, hogy mondtam. Én nekem legalábbis rengeteg. Igen, 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 a skótokat külön ki is emelném egyébként, mert ő róluk mindenki megfeledkezik. Igen, rengeteg ilyen vicc.
És hát ja. Nem érzem azt, hogy annyira jó, hogy az is hát nem álltam be se a Ku Klux Klánba. Se semmilyen gyűlölet szervezett bele. Nem. Csak idiótának tartom. Ja. Nem értem. Sokkal jobban szeretek ilyen személyesen valakit tiszta szívből utálni, nem azért, mert szőke a haja vagy ilyesmi. Hello. Érve, és emberkeztünk. Utána valaki hülye. Hülye, tirpák. Nem hajlandó a együttműködésre. De általában nem tudom is fejtartani. Hát? Harag, ügyön. Az így elengedem. Aha. Összevitál az a plit, hogy nem azt csinálni, hogy kéne. Megedés van. Utána egy fény. Talán, mondjuk, dolgozó. Azt beosztottak, hogy kérem, szépen persze. Nincs akkor semmi, azért mert nem értem egyet. Ha? Vagy összevítettünk. Most miért tartsak én haragot? Nem beszélsz, hogy beszélsz. Hát én is jobban szeretem, hogy morci vagyok, kijön belőlem, elmondom. Aztán onnantól már elmondtam, onnantól minek ragozni. Ja. Tehát így konkrétan te is arról beszélsz, nem? Amikor az ember kiadja magából a haragot. Egy kerék. Még egy kell a bringához, és jó vagyok. Nem a feltétlenül, mert ugye nem biztos, hogy ezért, nem biztos, hogy például kiadom magam, mert utána is felhozni ezeket a dolgokat, hogy feltom is, hogy terjedik. Egyszer csak arról van szó, hogy nincs. Az, hogy valaki hülyeséget csinál, mondjuk, nincs, hogy pont ezt elról jár-e neki a fiam. Igen. Gyakorlatilag ugye nem. Meg volt az, hogy kollégina van, hogy nem hajlandó. Együttműködik. Nem, ez volt a lényeg, de a lényeg de annyi volt, hogy ő nem volt hajlandó, azt mondta, hogy ő nem hajlandó részt venni abban, amiben többé. Igen, ez így lett bennem. Mondtam, hogy jó, hát így ezért ezt látni. Nem azért, hogy ezért, csak ezért, mert egyszer azt mondta, hogy nem, azt mondom, figyelj, ezért nem tudom az ő értékeit, mondom, figyelj, ha lehúzol, azt, hogy én beírom, hogy nem vagy együttműködik, onnantól kezdve, mert ugye nyilván azért, ha ő nem együttműködő, onnantól kezdve, akkor nem együttműködő, onnantól kezdve, azt az értékelését az beír. Ha az meg lehúz az értékelését, akkor lehúz az értékelését. De nem fogok, de mondom, azt meg nem fogom megcsinálni, hogy én azért behazudjam a részed a dolgodat, mert nem ezt mondtál, csak azt, hogy nem vagy együttműködő. Ha rossz az értékelés, rossz az, még eredményt az a többször. Hát miért most jobb úgy szőrözgetni, amit néhány főnök csinálni szokott, hogy így megpróbálja így ráerőltetni a dolgozóra? Nem, hát jelenteni kell, hogy az a része a dolgozónak nem működik. Ja. Nem hajtja végre a rendszer a kapott utasításokat. Azt utána egy után mégis csak belemez, hogy a többiek előtt is fogsz dolgozni. Ha. Nem, egyébként ez nem is azért, nem is olyan dolog volt, hogy őnek ő kitalálta annak mondott, amit hogy az úgy benne jó, aztán mondtam meg, hogy mit csinálj, de nincs így. Aha. Most én is, érted, hiába akarok paradicsom nevet tenni, hát sehol nem találok mondjuk paradicsom, csak mondott nevet, érted, nem tudom, hogy se, kint a üzék, kövült az a pénz, a üzék, van répa, meg hagyma, mert tökök tudja, hogy csinálok, abból csinálok, de most nem paradicsom. Nem erőltetted a paradicsomságot? Vagy ez egy három hétig nem eszek meg paradicsom, mert ezt adok enni. Ja, és más nem vagyok hajlandó enni. Három nap után az ember már megérti. Érted? Tehát ez nem így működik. Hát illetve ez így nem működik, ja. Ha nem adott az adott lehetőség, akkor az adott lehetőséget nem fogja el. Ez más fog keresni. Megnézzük, milyen alternatíva. És hogyha az alternatíva valaki nem hallanak részvenni, akkor kérjétek. Hát figyelj, tulajdonképpen azt vállalja el egy munkaerő a munkaszerződés alapján, hogy ő csinálni fogja az elvállalt dolgot cserébe ellenszolgáltatásért. Egyébként igen. Most gondolj bele, hogy például egy örömlánynál mi lenne, hogyha nem tartaná be ezeket az alapvető követelményeket. Hát ja, igen. Kifizetted, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen lehet. Ha? Én vagyok egy kicsit más helyzetre, hogy előre fog mondja, hogy nem. Gyere! Ez az Martin. Halott. Bocsi, csak itt elragadott egy kicsit a alattam leomló felületek varázsa.
Semmi baj, hajra nyugodtan. Nem estem le. Én úgy úgy békében. Ne legyél ideges, legyél nyugodt békében. Yeah. Ó, itt egy varázsló a környéken. Nem a vasasztalt szeretném buzerálni. Mi? Adjátok ezt abba. De lassan állt egyébként, hogyha valaki szeretne úgy tud gondolkodni, hogy vegyék is egy irányzatot. Mert értem azt, amikor azt mondja, valaki, hogy nem az ő dolga, hát az ő dolga. Oké, rendben. De például az én esetemben, hogy volt olyan, hogy el kell tűnöm terméket egy csizélet, de helyre, hogy javítsák le, nem volt hely. Mit csináltam? Szereztem egy kocsit, rendet raktam, nem, nyilván nem úgy, hogy minden tüzé az utolsó. Darabig meg csinivili, de úgyhogy minden elfért, oda szoktam maradni, oda raktam. Na jó, de neked könnyű, te mafiának dolgozol. Nyilván. Ott azért szerencsére valamilyen szinten a saját szabályidat teremtheted meg, hogy az ügyfelekkel bánsz. Ja. Nézzé, meg így poén kedvéért, fölírtam egy időbe, az 20-20-át rendünk volna iszkert a hozat, és ilyen fél, hat előtt, mert 5 óra, 20-kor nagyjából. És fizetembe fölírtam, hogyha valaki elkezd szabadítani, akkor majd tűz után meghívom egy évétre, amit gondolod bent. Ja, te jutalmazod is őket, emberként bánsz velük. Ez igazából nem egy, nem jutalom, ez egy ilyen, végülis, hogy mondjam, a valószínűség, tudod, hogy egy ilyen játék, tudod, nem tudod, nem számítasz rá. Ja, igen, tehát nem csinálsz belőle elvárt dolgot, hanem időnként pozitív, tehát mint Pavlova kutyával, teljesen jó. Én is csináltam ilyet, igen, tehát miért csak arra használhassd a fizetésedet, hogy saját magadat püffezgeted belőle? Ne az legyen, hogy hozzatok, és akkor mindig ezért, mert megint fogod az oldalat. Igen. Hanem hogy azért csinálja meg, hogy tudod, akkor ott a pillanatban, akkor látom azt, hogy mindenki leálltunk már, hogy elpapoltam a stb. De hát még a törölnek is az a visszatása még nem volt meg, de nem voltak annyira koszosak, semmi ilyen problémában, de mégis azért ugye lehetett volna, hogy mondani szerint, hogyha valaki ezt találja, de hát, hogy mégis volna egy kicsit, akkor ezért, akkor meghívom egy egyet. És akkor ezért, mivel senki nem csinálta, azt utána, hogy mutattam az egyik kollégának egy egyébként poénból, de ezt is felírtam, és tényleg ugye megfelelhetem volna. De hogy miért ilyen, és azt mondja, hogy miért ilyen talált, hogy miért nem olyan, hogy valószínű, hogy itt vagy elmondom, hát pont azért. Mert ugye mindenkinek a VPN, mindenkinek a saját területének a karbantartása, tisztítása, a feladata lenne. Csak nem csinálják meg. Uh-huh. Nyilván arra fogok tenni, ami nem valószínű. Felhőtt ilyen. Így mindenképpen gyerekét az a win-win helyzet. Ha nem csinálja meg, leveszek kaját, több pénzt valamit. Ha megcsinálja, akkor takarítom. Megint nyertem. Uh-huh. Ezt meg lehet úgy szegészet csinálni. És így a folyik. Hát meg hangsúlyosabb, mint egy ilyen nagyon jó munkát végeztél, köszönöm, holnaptól fele annyit fogsz keresni. Igen. Azt nem értem, hogy ez egyéb nagyfőnökök számára miért nem nyilvánvaló, hogy a tulajdonképpen a dolgozó is egy olyan gép, amit olajozgatni kell, meg kenegetni, meg nézegetni, hogy nem mentünkre. És akkor megjavul a teljesítmény, olyan, mint hogyha egy kettes szintű upgrade-et raknál belé. Ja. Igen. Egyszer, ugye talmácsolni is, hogy meghívtam minket kajálni. Ha igen. Na ki milyen pizzát kér? Ja. És ezt megjelent. Megtehettem. Igen. Azért, mert azért. És még a technikusokat is hívsz, és akkor húznak a szájukat, ő neki nem kell, mert jövő. Nem kell nekik pizza? Normális? Először nem kellett. Aztán de mi volt a bajunk vele? Majd mindjárt van, mindjárt meg. Na jó. És nekik nem kell a pizza. Szentségtörés. Azt utána az egyik, aki mindig kritizál. Mindig mindent kritizál. Ja, ő az, aki kritizál, de nem mond helyette jó megoldást. Igen. Mert tipikus. Szokott. Akkor ez nem az, akiről múltkor beszéltél. Igen? Ne mondjuk neveket, mert hát ha néz. Nagyon van rá valószínűség. Igen. Valószínűleg de nem túl valószínű. Mindegy, itt a tényleg is tűzik, hogy csak az egy ilyen a férfi az, hogy nem tudtak, hogy azért tippetett. De egyébként van ő mondja, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni sokszor. Aha. És jól mondja, gondolom, mert nem úgy emlegetem. Hello. Ez van. Persze.
mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy megkérdezt, hogy ez Hitler volt. Hát nem, hogy is volt. Az volt a lényeg, hogy itt jött az, hogy ugye saját pénzből lesz. Ja, hogy azt hitte, hogy valami keret, vagy loptál, vagy sikasztottál, vagy... Aha, értem? És akkor mondtad, hogy a saját fizutból, és nem értette a koncepciót, mi? Meglepődött, mert hogy ő azt hitte, hogy ez ilyen keret volt, és akkor hogy jött. Aha. Van azért tart. Ez a keret az én keretem. Hát ez egy olyan keret volt, hogy nem utál a keret. Tetszik. Van egy... Van egy fenntartás, hogy a vezeti cég felé, nem mit tudom én. Hát jó, de azt nem szokták értelmes dolgokra használni sajnos. Azért is csodálkozok, gondolom. Van ilyen fenntartás, hogy le akarnak egyenlőni valamit. És akkor nehogy már... Nehogy már ezért alárendelt is tárgyalom legyen, hogy valami ilyesmit gondolhattak. Aha. Tehát, hogy most ezzel megvettük. Jó, hogy a büszkeségüket sértett, hogy megvásárolják őket? Mert az jó jel. Szerintem volt. Az pozitív. Szerintem. Az szeretem az ilyen embereket. Nagyon jó. Szerintem volt. Benne. Figyelj, én meg annak a híve vagyok. Adnak veddel, ütnek jóssal. Igen, igen, de... Hogy mondjam, az, hogy... Hát egy bizonyos szintet képvisel az ilyen ember a sokak által átlag embernek nevezett nem létező fogalomhoz képest. Nem tudom. Próbáltam szabatosan fogalmazni. Szeretem ezt a szót, szabatos. Én szerintem én... Ezt érdekel, hogyha valakinek van nungerice is, vagy lehet, hogy az... Értem, hogy az a helyzet. Jaj, de sokan vagytok, drágáim. Hogy úgy... Hogy... Nem is tudom, hogy érdekel. Nem a saját fejlődése fontos, hogy a saját képességei, vagy is nem vagy, hanem az, hogy a másikhoz bizonyít a saját fejlődése. Ez egyébként szintén tipikus, ahogy olvastam. Hát, hogy a többiekhez képest értékeljük magunkat, hogyha mindenkinek van úszómedencéje, akkor szomorú vagyok, hogy nekem nincs. Ha csak egy embernek van úszómedencéje, akkor is a nagyobb községhez. Olyan, mint hogyha szeretnénk bekerülni minél nagyobb közösségekbe. Igen. Igen. Akkor ez korrekt. Ajaj. Én ugye... Rádióaktív zombi. Ugye úgy vagyok ezzel, hogy ha adnak például, mit tudom én, mondjuk egy időben adnak a pólót. És én úgy voltam bele, hogy én nem... Én azt a pólót, azt arra használom, hogy abba dolgozom. Ja, ez a munkai póló esete. Igen, például. Így van. Vagy adtak volna keretet. Megemlíthetek egy dolgot ezzel kapcsolatban? Plus Kaisernél dolgoztam, mint programozó, és ott is volt céges póló, nem értettem miért, azt hiszem a teknősök miatt, mert ilyen teknős volt a szimbóluma. Konkrétan kis teknősök, két kis teknős, nagyon aranyos cukik, különböző pózokban. Ha érted, hogy értem. És így nagyon vicces volt, tehát nem tudom, hogy ki volt az, aki ezt engedélyezte, de le a kalappal előtt, hogy így át tudta vinni. Hát mondom, én úgy vagyok, mert amit adtam pólót, tehát a logó, hogy rákerült, meg ugye eleve, hogy kimérünk a pólót, az elég normális. Szeretem ezt a szót, mondtam már. Tehát nem ez, hogy ez ilyen díszítés. Hát viselhetnéd az utcán is, nincsen teleszarva logókkal, meg ilyesmikkel, ja? Egyszerű, hogy kettő logó van, az egyik az ujja, a másik meg ugye az én nem tudom. De nem olyan bazi feltűnő. Semmi zé. Extra látszik az, hogy ilyen céges póló. Az kéne. Arra tökéletes mondjuk, hogy ez ember dolgozni állítani. Mit tudom én évente adnék? Biztosan. Hogy jöhetnek az emberek? Hát meg ilyenkor nem kell fölöslegesen kérdezgetni, hogy és te hol dolgozol. Meg ugye, hogyha nem ilyen túlzott marketingicset adnak, akkor azt tényleg lehet viselni bárhova, de te célszerű, ahogy mondod a... Miért ne dolgozz abban? Na most figyelj, mit tudom én? Adnak hármat, az egy dekádon elég. Azt akkor... Meg hogyha jó minőségű szövetből van és kényelmes, az is sokat ad hozzá, mert abban ugye jó dolgozni. Most rajtam is egy olyan cuccal, érdekes, ellenkező irányból jön a hang, mint ahol a víz van. Hát én simán lehet üzenni. Tulajdonképpen anno ez volt a munkaruha. Yeah. Csak annak mondjuk, hát most is van, csak mondjuk a McDonald's-nél például kötelezőbb jellegű, meg ilyesmi. Ja, való, fel kell venni. Tehát a McDonald's cucc az eléggé gicses, hát az így.
Hát ott nagyon látszik, hogy ott az egy munkastílusú munkaruha. Nem mentek innen? Időben volt arról szó, hogy ilyen pantalon, hogy ez egy változtatás. A munkanadrágra gondolsz, nem? Ami a mellkasodat borítja, van két vászíja és gatya. Ja. És tele van zsebekkel, úgyhogy marha praktikus. Volt az, hogy azt is fogunk kapni, aztán az ugye elmaradt. Ez a történet, hát mondjuk, nem nekünk, akkor még az én, akkor másod volt a másodikben most. Figyelj, hogy egy másik kedvenc filmemet idézzem, te akár fel is gyújthatod a céget. Ja. Kíváncsi, hogy melyik nézőm látta a filmet. Nem csinálok én. Egyébként az biztos, hogy nem annyira borzalmas, mint ahogy sokan beállítják. Csak nem szeretnek ezt jelni. Szeretnek a kisztizni. A másik dolog. Ami egyébként furcsa, csak hogy rámutassak így hirtelen, hogy szeretnek kisztizni, de szeretnék magukat többnek érezni a többi emberhez képest, és ez úgy, mintha ütné egymást, nem? Tehát akkor inkább dicsekedjek, mint a Facebook fotók, hogy jaj, de marha jó nekem, te fiaj, de nagyon jó nekem, te hallod? Igen. Jó, persze nem az nem rossz, hogy én is mindig így elvizsgáljon. És tényleg, van egy feladatot, X-en elvigyelni, nem én vagyok a legjobb, nem én vagyok a legkiválasztó. Egy vonul dolgozó, hogy sokkal jobb, és de megpróbálkozom. Egy meg másik. Hát meg jobb egy olyan dolgot mondani, hogy képzeld, voltam Bali nyaralni Balázssal. Margittól például. Vagy a másik dolog. Vagy a másik dolog. Hát még az is. Vagy amikor, ugye a felelősség vállalás az nem megy. A főnököknek kell vállalni a felelősséget mindenkiért, aki alájuk tartozik. Nem továbbíthatják lefelé, tilos nekik. Egyrészt más. Marketing tanárnőm mondta, igen? Egyrészt másrészt pedig ugye arról van szó, hogy az ott egy lehetőség, például, hogy valaki csoportvezető legyen, csak mondok valamit. Uh-huh. Például csoportvezető. És az emberek húzzák ki magukat a felelősségből. De utána te... Mármint, hogy? Nem akarnak azok lenni. Hát nem akarok csoportvezető lenni, vannak ilyen embereitek? A legtöbb ember nem akarnak lenni. Kipróbál. De érdekes, miért tudod, hogy hogyan bántál eddig a te csoportvezetőddel, és nem akarod azt? Vagy miből indulhat ki ez a gondolat? Hát a felelősségé jel. A vasztatásra jel, a kérdésekkel jel, amire válaszolni kell. Azt profil. Több pénz, nem sokkal. Az úgy érzik, hogy azt a munkát, amit ők elvégeznek, annál többet nem fizett annyi parancsot. Ja, mennyit az a felelősség, salapsalap, blabla, aha, értelek. Igen. De basszus, nem csak így kell gondolkodni, hanem úgy is kell gondolkodni, hogy most ezt csinálom, utána meg még tovább fogok majd menni. Hát én is, nem mondjam, én azért vállaltam, mert a lehetőség adott, hogy többet keresek, hanem tök mindegy, hogy mennyivel több a felelősség, mert úgy is meg fogok tanulni, és úgy is úgy vagyok vele, hogy amiket példákat láttam, hogy ilyen emberek csapatkodik, szerintem mondjuk én is tudok. Szerintem annál én is felelősségteljesebb vagyok. Néha. Hát meg különös tekintettel a panaszkodókra, akik eddig azt mondogatták, hogy jaj, ez rossz, az rossz, és akkor ott lenne a lehetőség, hogy mondjuk csináljanak vele valamit, akkor... Nem. Akkor jaj, Istenem, bekakírtam, mert csirke vagyok. Nem. Ezt most nyugodtan hallgathatják ezek a kollégáid. Egy 50-es szintű stambaton. Nem. Egy olyan dologgal, ami meg tudja szerelni. Ha valaki változtatott meg valami, akkor azért tennie kell. Az, hogy maradnak panaszkodik, aztán nem mindenképp. Meg, nem látszik, de bólogatok. Meg beleszarjuk az a kézbe, akkor nem fog megváltozni semmi. Mert hogy jaj, hát jelent, hogy ő már mennyit csinálta, mennyit. Én el is tudom, mennyit csinálta, el is tudom, hogy elfáradt. Csináltad eleget. De nem eleget. Nem eleget. Ez így. És azt is el kell ismerni. Tehát én neked is el kell ismerni, hogyha nem tettem meg mindent azért a dologért. De erről szól. Tehát nincs abban semmi. Ha elfáradt, elegelek. Nincs abban semmi, hogy el kell ismerni, hogy nem tettem mindent. Mert vannak, akik sokkal nagyobb változásokat el tudnak élni. Az is lehet, hogy csak jóval később lesz. Hát én is mennyit mondtam azokat a kocsikat, hogy miért kéne használni. Egy kis átalakítás volt egy év után. Aztán jött egy második átalakítás másfél év után. De abban az irányban, amit én mondtam. Az egy másik kolléga, ő is ilyen élvédőt késekre, mindegy. Lényeg az, hogy azt is kitalálta. De annak is kellett legalább másfél évre, hogy valaki ismét felfedezte a dolgot, hogy ezt tényleg kell. Igen, erről korábban beszéltél is nekem, hogyha jól emlékszem. Azt, hogyha valaki... De figyelj, én most attól nem fogok attól a 10-20 ezer, nem tudom egyébként, hogy voltak volna, hogy adtak volna. Bármelyik azért, mert én azt elmondtam, hogyha beadom rendesen Kaizenbe, úgysem megy át, akkor nem tudom egyébként attól, de érted a lényeg az, hogy én attól nem... Jó, persze, nyilván jól jött volna, de... Tényleg nem van az, hogy mondtam, hogy kell. Mondtam, hogy az úgy jó lesz. Csak közben használni is kéne magatásra.
ugye azt szokott lenni a magát. Szerettem ezt a szót. Micsoda? Neked? Melyiket? Hát, egyetemű. Értem, tehát a rendetetésre. Mert azért azt szokott korukban lenni. A rendetetésre használat. Ez az, hogy nem fényik a fikát a falra. Igen, az hasznos. Kivéve, hogyha olyan színű zöldre szeretnénk a szobánkat, de az ritkán fordul elő. Nem most konkrétan arra gondolom, hogy megcsináltad egy 50 litet a WC-ben, mit tudom én, de természetesen a falakon már ott van a fika. De hogy lett? Tehát basszus, ott van benne, de azt sem mondhatja, hogy nincs papír. Ott van benne a WC-papír. Könnyen. Na jó, de a WC-papír meg szaros volt az előző kolléga miatt, amiről beszéltünk, tudod? Ez mindig letéped. Tudom, hát viccelek. Ugye milyen jó poén volt, ugye? Ugye? És akkor a melkas páncélomat megmódosítom egy ilyennel, érdekes hangja volt, lejött rólam a hűvösség erőtere, és nem is jön, miért nem jön vissza, akarom ezt. Igényed. Ezzel a mágikus módon most kb. Olyan karaktert csináltam, hogy ilyen különlegességeket, különleges képességeket adó ilyen rúna módokat rakok be a páncélomba, ami leviszi a max manámat, de igazán nem szoktam varázsolni. Tehát úgy harcolgatok, hogy... Nem varázsol. Hát, hogy így megdobja a játék alapstílusomat, de nem váltottam teljesen át, na. Tehát volt. Aha. Ilyen te is kiművelt vagy a szerepjátékban. Hát, ez felszöges bunkós, de a karakter neve az ez. Nézzük. Mit kérnék cserébe? Vacak, pisztolyt, kicsit jobb mecsetet, a legdrágábbat mondjuk. Bár van, de armor plating modot, az a legdrágább, oké, igazán volt. Ez most mit csinál ebben? Simán plusz kettőt hozzád az AC-mhoz. Közben be is estevedett a játékban. Három, ebben is három van. Ebben nulla modifier található. Mert is csipbasztom, nagyszerű. És akkor elkútja vekélem ezeket az egyedi ritkaságokat Miss doktornőnek. Itt nem írja a nevét. Yeah. Jem! És nem raboltam ki a széfjeit. Tényleg ilyen irányból elég ritkán látjuk a doktornőt, de nem csalódtam. Most már van olyan, ugye ebbe át lehet féleckedni, hogyha legugolsz ilyen egymagas blokkokon, alapjátékban nem. Meg már ugolásból tudok magasat ugrani, és nőnek az almafák! Yes, yes! Almafa magból fogok csinálni állat ellenséget. Amit állatcsapdákba rakok, és akkor már nem lesz ennyire gyászos a kaja helyzet. Jó! Na, és még pénzt is szerezem. Nem, még nem, csak egyből elhittem neked, hogy tényleg jó fej. De ismered? Akkor nem ismered. Értem el rannás. Nem nyilatkozok, hogy ismerem-e. Nem akarom, hogy bizonyíték legyen róla az utókornak. Vagy ismerem, vagy nem. Mégis, vagy mégse. És megpróbálom elterelni azzal, hogy olyanokat mondok, hogy Napóleon nagy hadvezér volt. Ezt nem vitathatod. Ne, egyébként nagyon bírom, nagyon jó fej. Mondom, hogy elhiszem. De mesélj róla egy kicsit, én már ajánlottam videókat. Te meg még nem. Hogy mondjam, nem nagyon tudod, hogy nagyon mesél. Ezért nem hallottam. Azt hiszem, akkor is lehet, mert nem várjál, csak hát volt. Ugált, a ruga vezette a 100-ból egy gyerekhajóra, emlékszem. Egy időben. A híre 100-ból egyet? A Szerte klubom, mikor visszajött a második évadon a második. A RTL klub az egy ilyen TV csatorna volt, amit a régi úgynevezett TV csatornákon néztek a humánok, nem? Még mindig van, csak te nem írjuk. Jaj, basszú, már megint elállítottam az időgépet, a fene egye meg. Na. Úgyhogy a húgom vezette, azt hiszem, ugyanis, hogy a százból egyedül. A húgod vezette? Ja, azt hittem a te húgod. Teller Marian, hogy hívják a csaj, és akkor... Várj, ez alatt Tellered és család esetleg valamilyen szinten? Nem, mert tével van, mint pár. Teller? És az mit jelent pontosan? Egyetlen sem sincs.
Nem azt jelenti, nem tudom. Hát, nem készültél, amikor jöttél, basszus, hát. Menj el. Mindegy, legyek az, hogy ott találkozom először Nelly-ra, viszont azért, viszont amikor a színész bármilyen szempontból hallottam, az a Hanna-Hanna című animes mondat volt. Lerajzolták nem. Szegényt? Volt egy japán animes mondat, az a címe, hogy Nana. Ez nyilvánvaló volt. És? Csak hogy került, hogy tuszkolták bele az élő embert a grafikai világba? Tuszkolták bele, hanem szinkron színész volt. Ah, és akkor most már nem szinkron színész. Ő színésznő, de akkor... Aha. És elvállalt, egy ilyen kalandosabb gondolata volt, hogy egy animál szinkront elvállalt. És gondolom, jól csinálta. Azonban jól csinálta, mert egy kicsit olyan érdekes mélyebb hangja van, és annyira passzolt a figurához, a Nanához, aki szinkronizált, nagyon jó volt. Úgynevezett alt hangja van talán, vagy? De mondom, zseniális. Zseniális volt, ahogy le tudta szinkronizálni. Nagyon nagy volt. Amúgy a sztori egyébként az animében annyi, hogy van két lány, mind a kettőt Nanának hívják. Nana. Na-na-na-na! Értem, igen. És az japánul egyébként hetet jelent. És nem akarok hozni, régen láttam, azt hiszem, hogy... Ja igen, tehát ők egyszer találkoznak, egy vonatoktól találkoznak. És akkor ugye kiderül, hogy mind a kettőt Nanának hívják, és akkor elkezdenek beszélgetni. Elindulnak két irányba, de a végén csak összetalálkoznak megint, amikor ki akarják venni ugyanazt a lakást. És mindegyiknek ugye az ilyen ingatlan közvetítője, hogy oda viszi őket. Aha, tehát megint összetalálkoznak? És így nem akarok hazudni, talán a 707-es lakás az övék, az, amit én. Ja, hetes a nevük, a lakás is passzol, minden. Aha. Rémlik, de nem biztos, lehet, hogy más a lakás passzol, de ez rémlik. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy összevitatkoznak, hogy akkor kimegyek ki. És azt mondja Kacsinak. Most azért mondom ezt így, ugye mind a kettőt Nannának hívják, de az egyik, akinek ilyen világosabb színű haja van. Azt hiszem, nem rózsaszín, de ilyen világosabb színű haja van. De lehet, hogy rózsaszín. Mindegy, a lényeg az, hogy ő meg kicsit olyan, mint egy kis kutya. Osaki Nana, azt mondja rá, hogy olyan, mint Hachiko. Egy kis kutya. És a Hachi meg egyébként 8-at jelent. És ezért elnevezi Hachinak. Uh-huh. Én is így szoktam az embereknek becenevet adni. És Hachinak a ingatlan közvetítője kitalálja, hogy akkor mi az, hogy miért nem osztoznak meg a lakáson, mikor amúgy is két-három szoba van, és egy embernek meg egyébként is túl nagy a lakás. Úgyhogy kiveszik együtt a lakást. Mm-hmm. És akkor ott kezdődnek ezek a helyzék. Hát ilyen slice of it life jellegű, mert ugye Osaki Nana, hogy slice of life. Az mi? Slice of life az azt jelenti, hogy ilyen mindennapi élet jellegű, mindennapi problémákkal, meg ilyen dolgokkal foglalkozik. Tehát nem... Egy apró kérdést hadd iktassak már közben. Van itt nekem egy olyan lehetőségem, hogy AR-15-öt tudok kraftolni, azt nem tudjátok veled, hogy mi a répa, valami lőfegyver. AR-15. De az AR-47 is géppuska, nem? Az AR-15, az is egy géppuska, nem akarok hazudni, nekem valamiért a német üzé vagyok. De mi a különbség, mert ez két recept nekem is. Hát, mit tudom én, távcsöves. Tudjad! Szoktak bele feladni, nem tudom egyébként, biztosan. Én se sajnos. Biztosan van a stabilitásban különbség, a tűzerűben különbség, az, hogy milyen lőszert tud használni. Mert ugye az AK az rendszerű, a Lyer az meg, mint a NATO rendszerű. Aha. Azt hiszem, de tényleg nem jövök jártosan a fegyverekben, csak ezek én vannak. Aha. Jó, bunyószkilleket vettem fel belőle, egy pisztolykezelést is. És a másikat már el is felejtettem, de majd visszanézem. Ja igen, a bányászhoz skillt. Gyorsabban többet. No, ennyi lett volna a kis 7 days videó. I hope you like it and please put your thumb where I like it. Have a nice day. Bye bye.